Hát ezzel nem, mert ki van vonva a forgalomból, mert nincs alja. Nagyon jó. Ezzel meg muter fog menni nem sokára. Na, nézzük a garást. Ja igen, ennek pillanat a szervizlámpája menet közben, hát ezzel nem kéne menni. Hát, ha van valami a műhelyben. Hát ezzel picit lassul ennek. Néme. Hát még megvan a Hondám. Na, ezt mindjárt megnézzük. Van még benned... Ja igen, ez a motorhibás, ezzel nem kéne menni. Azt a biciklit meg én most kinepszerem onnan. Nem igaz már, most rollerre nem érnék oda. Hónap utánra se, hátha van még itt valami. Ez a sok szarlom. Én nem dobtam még ki ezt a sok szemetet. Ez nekem valahonnan ismerős. Még ez a sok. Mihez is volt ez a sok szem? Hát ha nekem meg lenne egy ilyen is valahol a kertben, nem? Nézzétek már, mit találtam itt a kert végében. Hát csak nem. Benzin van még benne. Szóval valahogy... Még félig van. Na, Krisztián, már megyek is. Nem emlékszem, mitől nyúltam ezt a videó intrót. Igaz, ő már egy évvel hamarabb ezt megcsinálta egy szintet Trabanttal kapcsolatban, viszont én ezt már jóval hamarabb kitaláltam. Tehát én már, mikor ez a csatorna indult, már tudtam, hogy így fogom bemutatni ezt a Trabantot, viszont hát igen, én hamarabb kirakta a netre, úgyhogy most úgy néz ki, mintha én loptam volna, hogy bocsi, berakom a videó linkjét a leírásba, amit az övét, hogy meglegyen. Ez meg egyébként itt fölöttem egy valamilyen márkájú wifi-ség, majd YouTube sorsra rakok róla ki videót, mert egyébként tök fán, hogy lehet pasztatni a színét, és egyébként teljesen jól működik. Na de, nézzük azt a Trabantot! Köszöntök mindenkit itt a mínusz egy fokba és szélbe, ilyen kellemes időjárás mellett itt ettől az örömdoboztól. Na hát, ahogyan így látszódott, igen, van egy Trabantom, már 2017 októberre óta nálam van, több mint 5 éve, és mi van, ma szombat van, tegnap előtt kapott műszakit, azóta szegényként várta az életét,
Ennek a kocsinak igazából annyi a sztoria, hogy én mindig is akartam egy valami veterán szart. Első körben amúgy én Ladát akartam, leginkább 21.05-öst, 1.3-ast, de már akkor is azok olyan háromszor annyiba kerültek, mint mondjuk egy Trabant. És hát Waldorf iskolában jártam ugye akkor is, és 8-ban kellett csinálni egy ilyen projektmunkát, ami ugye bármi lehet, és én akkor eldöntöttem, hogy akkor én felújítok egy autót. És hát így lett a Trabant, hogy hát költségvetési okok miatt ezt Pestről hoztuk Nyíregyházára, hiba nélkül hazaértünk vele, volt rajta műszaki, el volt rohadva a küszöb, meg így az eleje, taposólemez, meg hát kicsikét esztétikai hibás. Hazajöttünk vele, másnap kiesett belőle a főtengely, és egy jól indult a dolog, de probléma nélkül hazajöttünk vele nagyapámmal, és vele hát igazából föl lett újítva nagyjából az autó, kapott új üléshúzatokat, ki lett lakatolva, új padlólemez, ja, elől legalábbis, hátul meg jó régi, kapott új küszöböket, mind a két oldalt, és igazából ennyi motortér is új, le lett alvázvédőzve minden, motor az úgy, ahogy van, megvan, ezen kívül igazából egyenlőre itt tart a projekt, leginkább most a fényezésre vár, és ebből kifolyólag néz ki így, ahogy kinéz, azért nincsenek rajta a díszlecek semmivel, hogy fényezés előtt már lekaptuk, aztán nem lett lefényezve, és azóta várja, hogy le legyen fényezve, viszont nem rakom rá vissza, mert tök felesleges. Na. És különösebben itt első körben ennyi, ami még érdekesség, hogy egy 72-es autó, viszont kockalökös van rajta, meg igazából a legtöbb része az, az újabb, 85-nél újabb autó, 12 volt ilyesmi, ami elsőre fura, én azt gondoltam, hogy ez fel lehet úgymond újítva valamikor a 90-es évekbe, viszont ami még érdekesebb, hogy a motortérben a plaketten 90 szerepel, ami nekem fura, mivel hogy ott ugye 72-nek kéne lennie, és ebetűs az alvászám, és ezt igazából egy hete tudtam meg körülbelül, hogy az ebetűs alvászám azt jelenti, hogy karosszéria cserés volt az autó, magyarul ez a kocsi, ez valószínűleg még gömbölyülök hárítóval jött ki tényleg 72-be, és valószínűleg ugye ez a 20-30 év alatt 90-re már szétrohadhatott, vagy valami, vagy karambolos lett, vagy bármi, és igazából a motort, meg gondolom a futóművet, meg ezen kívül fingom nincs még mit, lehet, hogy ülést is, minden más, de lényeg, hogy átpakoltak egy új kaszniba. Úgyhogy itt alatta a kocsi alatt a vas, az valószínűleg 90-es évjárat, a motor viszont, meg a többi az 72-es. De forgalmi szerint 72-es, úgyhogy igazából az az igazi száma, tehát ez már idén 50 éves jószág. És igazából ennyi. Most egy gyors belső körbemutogatást mutatok, meg egy motort, aztán megyünk vele, mert rohadt hideg van. Nem játszunk ki, hát csak kurva hideg van. Kriszti, a kollega se fázik. Nagyon hideg van. Nagyon. Na, akkor egy gyors körbemutogatást. Mint látható, a kocsiban nincsen szőnyeg. Ennek az az oka szinte, hogy mintha egy látszik elég saras, mert beázik. Igazából minden egyes kédergumi szar az autón.
tehát igazából mindegyik. Így amíg nem kap új kédert, addig nem raktam be a szőnyegeket, mivel így ki lehet slagolni a kocsit. Na, belül itt egy Trabantot láthatunk, ez még a régi, a műszerfala ez a régi, ugye az újabbnak ilyen simléderes órája van, illetve 8x5-től volt benne, ugye aktuális fagyasztás mérő, benzinszintjező már az, vagy azokban se volt, de menjünk balról szépen, ott láthatóak lent, hogy ez a biztosítékdoboz, 8 darab biztosíték van benne, itt található egy szivató, világításkapcsoló, nagyon egyszerű, helyzetjelző, tompított fény, ablaktörlő kapcsoló, folyamatos törlés, gyorsabb törlés, szaggatott és lassú szaggatott. Tehát ezen azért egész sok fokozat van és nagyon gyökér módon van elrendezve, illetve a spriczni ezen ilyen, hogy nyomjuk és van. Szemléltetem is a kis cuki ablaktörlőit. Kis egyszerű, de egyébként meg úgy sarokig eltöröl, szóval a dolgát megteszi. 4 darab vak kapcsoló, majd ide fogok kötni dolgokat, ugye egyébként ez ködlámpa kapcsolók vannak ide bepakolgatva, egyelőre mindegyik üres. Műszercsoport 1 darab órával, fölül a trip computer, mondhatni, alatta az összkilométer, 83 000 van benne, ugye kilométer óra, ezzel a tekerővel lehet nullázni, és ennyi. Itt lent pedig ugye a visszajelzők vannak, ugye a gyújtás, ugye az a töltés visszajelző, ugye amikor a gyújtás van világít, index, balra, jobbra ugyanaz, és a refi kékkel, és ennyi. A váltót pedig ugye itt találjuk, bal kézzel nem a legegyszerűbb, igazából, ja, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, segre betolva pedig rükvers lenne, de ugye ez bal kézzel nem nagyon tudom megcsinálni. Gyújtáskapcsoló, 3 pedál, és a fűtés panel, amihez most megint infrába veszünk, hogy látszódjon. Hideg levegő, hova fújja, föntre vagy lentre, meleg levegő, és a benzincsap így van nyitva, arra zárva, nyitva, és abba az irányba tartalék. És ennyi az összes kezelőfelület az autón, bent egyébként találhat egy hamutartó, ott egy rádióhely, kapaszkodó, ami igazából mozog az egész műszerfal, tehát amúgy nem jó belekapaszkodni. Pici tükör, gyárilag ott volt csak tükör, de most ugye ott is van. És hamutartó van hátul is, és egyébként meg egy kisebb kanapé. Amit kétről mutatom meg, hogy el... Igen, ez a Trabantnak az ülése, kétszemélyes, hátul ugye nincs benne biztonsági öv, mert tök felesleges, mert olyan kicsi, és ugye gyárilag sem volt, tehát ez így legális, elől pedig vannak. Ebben visszatekeredős biztonsági öv van, ami most nem tekeredik vissza, de egyébként ez visszatekeri magát, ez extra volt annó. Gyárilag ugye ilyen kis fogasra leakasztós kis vacak volt. Motorháztető nyitót még itt találjuk benn. Úgy, biztosítékdoboz leesett. Motortér. Akkumulátor, benzintank, ugye ejtőtankos, hogy annál is könnyen, egyszerűbb legyen. Gyújtótrafó, légszűrő, motor, turbina, tuning gyertyakábelek, és igazából ugye itt látható a benzinszintmérő kézikészülék, ezt egy tegnap felvett videóban megmutattuk, hogyan kell használni. Ablakmosótartály, és itt a pipeline, a csőrendszer, a fűtés, ugyanis ebben nincsen külön fűtés ventilátor, magyarul a hideg levegő az itt bejön, és megy be a műszerfalba ventilátor nélkül, a meleg levegőt pedig itt a hűtő, turbina, azokon a sok csövön keresztül, illetve az első kipufogó dobon keresztül, ami ott van keresztben, de nem látszik, mert a sötét van, azon keresztül, illetve ezen a csövön keresztül tolja be a műszerfalba. Magyarul, ha gázt adunk, akkor van bent meleg levegő, ha nem adunk gázt, akkor nincs. Itt igazából ennyi. Kürt, kb. Ez az összes dolog, ami a motortérben található, még ott van ugye az ablakmosónak, vagy az ablaktörlőnek a motorja. És ugye itt látható a plakett, amiről beszéltem, hogy az, hogy bizony, ha a fókusz is lenne, 1990 van, hiába 72-es az autó, mert a karosszéria az valószínűleg 90-es tényleg. Néhány csomagteret nézünk. A csomagtér az amúgy, ugye ez a kombi, az univerzál verzió,
kalaptartó ezen így kinyitható, gyárilag. Ekkora a csomagtartója, itt egy iskolatáska, igazából aránylag egész nagy. Itt lenne alul a pótkerék, tehát ezt így kéne nézni, hogy így egyenesen van. Mert ugye alá bemenne a pótkerék, monsteres doboz, ilyesmi elfér. És ennyi, szerintem menjünk, mert Krisztiánnak már szerintem befagyott a segge. Hátsó lámpa, fék, helyzetjelző, index, prizma, és itt lesz, per itt volt a tolatólámpa, illetve ott a ködlámpa, amik a műszakire le lettek véve. Egyéb érdekesség, hogy 3 darab rendszámtábla világítás van. Más nincs, elől ugyanez index, H4-es izzó a körlámpában. És done. Drive test. Én menjek vala? Nem tudom. Akarsz oda menni? Menjek én? Tök mindegy, csak csináljuk valamit, most szét vagyok a kezem, és nem érzem, geci. Oké, és akkor azt mondom, hogy elrakom az elványt, azt megyünk, azt akkor most én kenem neki. Megbetesszük a videóba, hogy te is küldted, azt kész. Mit? Hát tegnapit. Jó, azt, amit már megvágtál. Azt. Jó, oké. És most ismételten infrába forgatunk, mert ismét besétéltetett, mint tegnap. Egyébként még ennyit elendok, ablak megfelelően kurblis, és tökéletes könyöklő, amikor vezetek, és ennyi. Hát nagyon hideg van. Konkrétan havazik. Na, fókusz. Konkrétan havas a szélvédő, úgyhogy most megyünk és nyomjuk padlóval. Valamit csinálunk, mert igen. Nem sokkal van melegebb a kocsiba, mint kint, úgyhogy... Igen, hát ugye a fűtés az amúgy nem túl erős, mert hiányzik belőle egy pipe, úgyhogy kevesebb van. Na de akkor indítás. Lényegében nincsen benne fűtés. Hát amúgy nagyon pici van, de most kihúzom, hogy a lábunkra toljon, itt oda valahogy több jut, mint ide föntre. Kicsit rozsdás, meg valami baszott egér telehort a falevéllel és szorul. Mindegy, jó az így. Tehát gyújtásunk van, most viszonylag meleg a motor, még, de most el fogjuk előre szopni a meleget. Szerintem kihűlt ennyi. Jep. Ennyi idő alatt kihűlt a 600 köbcenti, ami amúgy 595. Világítás, és tehát egyes. És szerintem bemegyünk cruise-olni a városban. Nem tudom, mennyi hallatszik ebből, gyanítom nem sok minden, mert a hangerő a kocsiban az van. Még hideg, és szivató nélkül megyünk, mert aztán meg izé. Azt nem mondtam el, mert hideg van kint, hogy ugye két ütemű, tehát olajat kell tenni a benzinbe, a benzintankba bele kell önteni, most egy 50-es keverék van benne, elméletben az neki az ideális, és így nem szabad motorfékezni az autóval, tehát a negyedik az például szabadon futó, mint a biciklin, tehát ha felengeded a gázt, akkor a motor leesik alapjáratra, mintha üresbe lenne, tehát gyakorlatilag kiteszi üresbe a negyedikbe vagy. Többi fokozatban ez nincs, de ugyanúgy nem szabad motorfékezni. Kérdés. Csak hogy így meglegyen amúgy, itt a parkolóban randalírozott körülöttünk egy 5-ös BMW, egy Mazda 3, meg szerintem egy 320D az volt, igen. Ez csak kombi. Igen, na azok nagyon verették neki, és kurva hangosak voltak, szóval. Igen. De legalább itt volt a testvére az én kocsimnak is, egy 3-as Golf, igen van 3-as Golf, és majd egyszer ezt tudom tartom, ami visszakerül, vagy a fasz tudja. Voltak, nézzük, hogy vannak egy drift nyomok, de szerintem itt nem mertek driftelni. Ja, ott vannak. Belepukkant valami kapban, úgy fogjuk. Forduljuk vissza. Oh. Röhögni fogok rajtunk, geci, hogyha belement valamibe a bömbös. Mester amúgy közben most azt magyarázta, nem tudom mennyire hallatszott, hogy volt itt valami túl ilyen karácsonyi autós felvonulás, BMW,
meg minden egyéb jármű karácsonyfával a tetején randalírozott, most ott állnak, mi meg elmegyünk mellettük, csak hogy egy kicsit basszuk a kedélyeket. Így van, elmegyünk mellettük, és szerintem valamelyik belecsúszott valamibe, vagy nem tudom. Lehet, hogy... Tájjel, megnézzük a haverokat. Szerintem csak buliznak. Igen? Nyomod. Nem pukkant senki senkivel? Hát, szarok. Faszom, nem mertem videózni, mert csúnyán néznek így is. Ha lenne karácsonyfa a kocsinkon, biztos, hogy maguk közé fogadnának. Gondoltam is rá, hogy meg kéne ezt ezzel is játszani, ilyen Ámon Olivér stílusban, ugye, mint hogy ő a Swift-tel baszatta, meg most itt mindenki, de a tetőcsomagtartó díszlész nélkül valószínűleg nem lehet rátenni a kocsira, úgyhogy inkább nem próbáltuk, meg nincsen karácsonyfánk, de jövőre megjátszunk. Jövőre rábaszunk egy karácsonyfát és randalírozni fogunk vele. De jobban, mint ők, meg ki kell világítani. De karácsonyfa égőt is rá kell baszni a karácsonyfára, úgy kell vele baszatni. Na, és... Szerintem bemegyünk a város fele. Éppen meghalunk, de nem baj. Az előbb átmentünk egy olyan gödrön, hogy bekapcsolt az index magától egyébként. Egyéb technikai paraméterek nyilván mindenki tudja. 26 lóerős az autó. Ezt a 26 lóvat 4200-as fordulatszámon tudja leadni az autó, úgyhogy 4200 a max fordulatszám. Tehát mint egy, mint egy nagyobb méretű dízel körülbelül így az a fordulatszám tartomány, ami jó, úgyhogy van neki. Hopp, egy Michelin kamion, és húzza a csíkot. Szóval a motor az igazából maximális fordulatszámon tudja leadni azt a 26 lovat, tehát valójában úgy többnyire ilyen 15 ló körül közlekedünk vele. Newtonméterre 54 a max, amit tud, ezt 3000-es fordulaton teljesíti. Fogok bevágni ide egy képet. Eredeti grafikonról, az még vagy a régebbi Trabanté volt, vagy nem tudom, mert csak 25 lóig van írva. És régebbi alatt ugye a 64 előtt gyártott Trabantokra gondolok, ugye a gömbölyű P51, vagy P60, vagy valami ilyesmi kódú kocsikra. De nem tudom, a lényeg, hogy helyek közel ugyanaz, mert azokban is gyakorlatilag ugyanez a motor volt más karbival. Ebben is amúgy az új karbi van, arról ugye van a csatornán videó, hogy szétszedtem. Ugye ez a gyorsítókörös csoda karburátor. Egyébként úgy teszi a dolgát, nem zárja, vagy nem zár az úszóház. Tehát, hogyha nyitva marad a benzincsap, már pedig szar a benzincsapom, így állóhelybe csöpök belőle a benzin el. Tehát, és tök jó, mert tegnap tankoltunk bele 15 litert, úgyhogy most körülbelül 200 kilométert kell vele mennem ahhoz, hogy ne menjen kárba a drága benzin, és hogy ne álljon otthon a benzin a földön, mert az éjszaka egy liter kifolyt a garázsba, és meglehetősen bementem a garázsba, és betéptem. A kocsiba elő laprugós futómű van, ráadásul tehát egy darab laprugó van keresztbe az egész autón, és az rugózik ugye mind a két keréknél. Hátul pedig spirálrugós, mint valami normál, mint egy modernebb autóban, mert ugye a kombiba a spirál a szedánokba, ugye a limuzin nevezetűekbe, hátul is laprugó van, ott külön-külön van a két keréknek egy-egy laprugó. De ez a spirál rugós elméletben ez jobban rugózik, illetve nagyobb a terhelhetősége ez. A limuzin az a személyen 610-620 kg, ez 645 és 1040 kg a max, amit tud. Tehát azért egy 400 kg-t bele lehet dobni nagyságrendileg, ami egyébként ahhoz képest, hogy 600 kg-os a kocsi egész jó. Tehát mondjuk szerintem körülbelül ugyanígy 400 kg a terhelhetősége a Fordomnak, a Fordunknak, az Fusionnek, mert az is nagyjából ennyit tud, az pedig az egy egészen modern technika ehhez képest, sőt, most olyan 60 körül fölött megyünk egyébként. Óra szerint ez 70, körülbelül ennyit csal. Itt a leghalkabb az autó egyébként, nagyon vicces, még szerintem nagyjából alapjáraton hangosabb. Nem tudom ki. Felvegyem? Hát felveheted. Krisztián telefont
kapott idegen számtól. Felvesszük, mert nem tudom, hogy ki a gecim nem bír békén hagyni. Talán nagyon idegesít amúgy. Ennyi, ezt a mérőkot kinyomtuk. Bocsánat. És így egyébként tök kultúráltan lehet vele krúzolni, most olyan 50-nel megyünk. Hétvégi forgalomban az ilyen szombati sofőröket úgy le lehet vele gyorsulni, mint a húzat egyébként. És hétvégén még gyorsabb is vagy, mint a forgalom hétköznap, tehát mondjuk így csütörtökön, pénteken, ahogy mászkáltam vele, picikét lassabban indulsz, meg lassabb vagy, mint a többiek, bár... Geci, mindjárt megmondom neki, hogy hagyjon békén. Krisztián... Csak mutatom, bazd meg, hogy meg mindig hív ez a fasz! Adok neki 5 másodpercet és újra fog hívni. Szétbaszom a száját a köcsög gyereknek, ha megint felhív. Egyébként most már kezd melegebb lenni. Igen, egy fokkal. Vagy annyira szétfagytunk, hogy már nem érezzük. Nem, ahogy tolja a meleget lent. Sőt, most kifejezetten tolja a meleget lent. Faszom, ne nézzé! Kurva anyád, bocsánat, ajaj, Nagyon vicces egyébként, hogy az emberek imádják, tehát most már itt Nyíregyházán is, ami azért tegyük hozzá egy ilyen vidéki település, ahol ugye alapból több bocska autót lehet látni, már nincs Trabant. Szerintem mióta ez így mostanában alakul, tehát így november elejé óta egy darab Trabantot nem láttam. Az Interspar parkolóban szokott egy lenni, tudod lent. Én szoktam látni, mert van egy zöld, meg van egy kék. Na, egy kék szokott lent lenni a szurom, de én forgalomban nem láttam már egy hónapja legalább Trabantot, és Ladából is alig van. Menjünk még befele, vagy? Menjünk. Jó, akkor menjünk még. Az nem. Ez egy vissza 3 volt. Fékszervó nincs, magyarul nagyon kemény a fék, 4 darab dobfék van rajta, elől hűtött, hátul hűtetlen. Nem tudom, van-e ilyen szó. Az ember úgy érzi, mintha nagyon szar lenne, meg úgy alapból annak is tűnik, de egyébként, hogyha izomban nyomod, akkor fékez. Tehát, hogy úgy bőven, ez a 600 kilósz bőven jó az a 4 dobfék, csak hozzá kell szokni, hogy nem ráteszed a lábad a fékre, hanem így 3 lábban nyomod a féket. És egyébként igen, kormányszervó természetesen is benne, hogyha fékszervó sincs. A kormány egyébként miután könnyű az autó, annyira nem rossz, így van egyenesbe, az lényegtelen igazából. Az meg, hogy nincs benne szervó, annyira nem gáz. Abszolút a fékszervó egy kicsit szarabb, hogy hiányzik. Alapjárat az pedig egy picikét alacsony. Ezért folyamatosan rajta van egy picit a szivató. Most is rajta van a szivató, betolom a szivatót nullára, akkor pedig... Nincs rajta a szivató. Akkor pedig nincs rajta a szivató. De hallani, hogy itt azért úgy meg akar halni, tehát muszáj neki ilyen 1-2 mm-t kijebb húzni a cuccot, és mennyien jobb kedve van. Az embereknek nagyon tetszik, szóval azt kezdtem el mondani, mindenki mosolyog az utcán, meg dobják rá a lájkokat, így tök fán vele közlekedni. Pláne ugye azért, nem tudom ezt mondjatok, mert ugye mi fiatalok vagyunk, és hogy idősek járkálnak leginkább ilyen autóval, nem azt, hogy fiatal. Igen. Egy fiatal van, de ezt mondd el, mert nem tudom, mennyire hallatszódik. Valószínűleg Krisztián most semmi nem hallatszik, mert nem raktuk rá a mikrofont. A lényeg, hogy tehát azt mondta, hogy aztán az meg pláne tetszik az embereknek, hogy ilyen 18 év körüli, egészen pontosan 18 éves gyerekek randalíroznak ilyen 50 éves cuccokkal, tehát hogy pont nem nyuggerek, meg ilyesmi. Úgyhogy, és jellemzően egyébként a 40 éves korosztály, ugye, akik ilyenben nőttek föl, azok mosolyognak rajta a legjobban, amikor látják, hogy egy csapat fiatal randalírozik vele. Most olyan 45-50 körül megyünk hármasba. Itt már úgy, ugye óra szerint 50, tehát olyan 45 lehet. Picike egy csal fölfele. Itt még 4-es nem tudok neki szúrni, a 3-os meg viszonylag hangos. De ha itt teszek neki egy 4-est, akkor az nem tetszik neki. Pörgetni kell nyilván, de vicces, mert olyan sokat meg nem lehet pörgetni, mert 4000-et forog. De
egyébként meg nagyon vicces vele közlekedni, úgy érzed magad benne, mint egy tankba, ezt Krisztián meg tudja erősíteni. Így van, ez van itt. Papírból, azaz műanyagból van egyébként az autó, ennek ellenére úgy érzed magad, hogyha valaki neked jön, akkor azon te úgy mész keresztül, mint a húzat. Figyelj, emberek az izé járdán. Fél évig forog egyébként, tehát már rég elengedtem a gázt, de szeret üvölteni. És szállingózik még mindig a hó. És amúgy tényleg kezd meleg lenni. Jó, azt meg... Az... Kezd meleggel lenni. Jó, igen, ezt akarta, hogy a kezd meleg lenni, az azt jelenti, hogy már legalább 6 fok van az autóban. De amúgy nekem így vezettem, és közben rángatom a kormányt. Egyébként tényleg olyan, hogy lassan így kedvem lenne levenni a kabátot. Itt vagyunk Nyíregyháza főterén. Van egy ilyen óriás gecink, de most nem tudom mi ez. Bemegyünk oda egy picit, beküldjük. Na jó, az elé már nem rántom be. Gyere már, pöcsömöccse! Szóval most amúgy egy hóesésben tök poén vele randalírozni. Vagy hát szállingózás még inkább. Egyes. Na azok között hogy mennyit mellett. Nem. Rendőrök, kurványátok, ott mászkálnak. Veszlek titeket. Nem végeztek a munkátok, ami. Nézzünk itt szét, hogy menjünk a picsába, mert hideg van. Na, én ki nem szállom. Akkor menjünk a picsába, mert hideg van. Az el. Megtettem mindent. Mi ez, Forza? Nem, Prius. Ez? Corolla. Majdnem. Puk! Corolla. Amúgy egészen nagy pehekbe esik, ami egy szállingózik, ami amúgy azt jelenti, hogy lehet, hogy holnap hólapátolás lesz reggel, aminek nagyon nem örülök. Na. Hol az egyes? Fordulj! Már megint hív. Sajnos nem fogok felvenni neki a telefont. Ki fordul? Dudáld le! Nem villogni, ledudálni. Basszapon, kurva, geci! Azaz, fordulj el le! Ezt nem értem egyébként, hogy a köztudatban ugye az van, hogy ezen az autón egyáltalán nincs fék, így a trabantokon. Ennek ellenére úgy kihúzza elém a 40 milliós kocsiját, azt nem tudom mit gondol. Az a mákja, hogy valójában van rajta fék. Hopp, ebből racse lesz. Racse lesz, mert tiszta az út. Konkrétan mi vagyunk az első, szóval a Corollával, ami amúgy egy Corza időközben. Hát igen. Egy Corzával elsősorban kell. Nagy motor vezeti, és nagyon szép benne egy reg, úgyhogy nem veszem kamerával. Nagyon tetszik neki is. Mosolyog. Mosolyog rá. Másik, ami vicces az autóban, hogy lespórolták, látom, hogy megint hívnak. Hát tudod, bazd meg, mindjárt elküldöm a lefaszára. Szerintem, hogy így kell nézni a lámpát, mert annyira alacsony az autó, amúgy 1.40 magas, én meg vagyok 1.80 fölött, hogy nem látok ki belőle egyébként, tehát hogy ezért a legizébben elindulni a lámpától, mert nem tudom mikor van zöld. Másik, amit elkezdtem mondani, hogy az ülésből lespórolták az állítósínnek a jobb felét, tehát mindegy az ülésnek csak bal oldalán vannak ilyen fogak, amikbe beakad, ezért az ülés az így táncol előre-hátra. Ami amúgy miután megszokta az ember, és olyan érzése, mintha ki akarna esni az ülés, akkor onnantól nincs vele baj, addig viszont van. Na. Zöld? Az kanyarodik, majd utána lesz, mint zöld.
Mamó is indul. Hogy indulnak már, bazd meg? És most indul el a Brutália. De ez a hétvégi sofőrök, hogy bevált a lámpa zöldre, és még fél percig áll, és vakarolja a seggét, ez amúgy agyvérzés. És egyébként 60-nal megyünk, tehát hogy ez még bőven benne van. Érzése legalább 90. 110. Rendőrség. Helyett katonaság. Szevasztok. A kocsi egyébként gyárilag ugye 100 a vége, mi mentünk már vele 120-szal is. 80 fölött nem érzed jól magad benne egyébként úgy annyira. Bár egyébként most én mentem vele 80-at és nem éreztem annyira halálul magamat így, hogy én vezetek. Húzza le magát, bazd meg, hát. Ketteshez föl kell küldeni a gázt az égbe, mert különben nem veszi. Teljesen simán lehet vele krózolni, ablak kitekerőre rárakod a kezed. Ilyenkor télen, nyáron nyilván kikönyökölnél, de ugye én most le nem húzom az ablakot, mert befagy a seggem. Úgyhogy így simán lehet vele menni. A kormány az meg szervó híján olyan, hogy elengeded és ő arra megy. És ezt tudja kanyar közben is. Tehát a kanyarodásra se tekeredik vissza középre, hanem elengedted, akkor ő körbe-körbe megy a világ végéig. Max felborul. Fékteszt. Simán, simán csúszik, tehát hogy a fék az azért fog. Váltórudazatot egy picit meg kéne zsírozni, és akkor sokkal könnyebben lehetne kibe dologatni. De így is a fölleváltás az nagyon megy, illetve ugye viszonylag kevés autó van, ami manuálváltós, és úgy tudsz vele, úgy tudod visszarakni 3-asba, 4-esből mondjuk, hogy csak így. Úgyhogy amúgy nagyon, nagyon komoly. Közel van a váltó, simán eléred a kormányról, 1-esből, 2-esből azért inkább oda nyúlsz telibe, de azt, hogy egy újjal tudsz váltani. Ez is úgy fordult elég, mint a élet. Jó, lekanyarodik. Minusz egy. Kettes még nincs, majd mindjárt lesz. Újra kuplungot már el is bevette. Egyéb technikai paraméter igazából, ami még érdekes lehet, ugye, hogy 3,5 méter hosszú és kombi.
nem tudom hány kombi van még a Földön. Mit látsz? Ja, Lada. 21061, vagy 2106. Nem tudom, a kettő így látás volt, de 2106-os az tuti. Na mindegy. Szóval 3,5 méter hosszú kombi és 3 ajtós. Relatíve ritka egy fogalom. 150 centi széles, 140 magas, és a has magassága valami 10-valahány centiméter, tehát egyébként egészen magas a has magassága, ezért van az, hogy a beltérben, itt még most úgy, amúgy van fejtér bőven, az, hogy nem látok ki, az más kérdés, de fejtér van, viszont ha valaki beül hátra, most ugye nem próbáltuk ide, tegnap nem tudom mennyit, mennyire látszott a videóban, a lényeg az az, hogy még Christiannek is hozzáér a feje a tetőhöz, ha a középen ül a kanapén. Úgyhogy én 1.76 vagyok. Úgyhogy ő 1.76. De én a szűk 10 centivel magasabban nem tudok beleülni, úgyhogy ne így álljon a nyakam. Illetve a Skytune-nál valószínűleg úgy fejelem ki a műanyag tetőt, mint a húzat. Na, még egy kis hangteszt. Azaz. Ott. Nem mertem őket kamerázni, mert nagyon sokan voltak. Na. Hogy mindenki szembe jön. Ez az F500. Azaz. És cruising üresben. Nem kell majd hirtelen a fékezésről, mert nem jó a talaj, és szétbaszod. De nem, nyugi. Ennyit nem mondtam még a üzénél, kezelőszerveknél, hogy a bajusz kapcsolón van igazából még minden egyéb. Balra index, jobbra index nyilván, reflektor előre, meg az ordibátor, amit nem merek megnyomni hangosan, mert úgy a kerítést elvinni előlünk olyan hangja van. És igazából ilyenkor a leghalkabb az autó, ilyenkor meg lehet is hallani az embernek a beszédét. Ilyenkor meg lehet, hogy engem is lehet hallani. Egyébként konkrétan most már nem kell rám a sapka. Aha. Amúgy szerintem lehet benne hallani, mert mozgod a kis szar. Melyet? Az most nagyon mozgott, ugye valószínűleg. Hát figyelj! Aha. Hát ebből én így nem. Igen, ebből Christian nem sok minden hallatszott. Szerintem semmi konkrétan. Jó, az igen. Na hát igazából ez most így ennyi volt. Én ezt külön separált tesznek akartam bemutatni, ezt a konkrét darab autót, hosszabban beszélni róla, illetve azt, hogy... Igen, illetve hogy így alapból milyen egy Trabant. Ezt két külön videónak szántam, de tekintve, hogy havazik, és mínusz egy fok van, hogy ez ilyen kombinált cucc lett. Egyéb vezetést ide kirakom a sarokba, hogy hogyan kell ilyet vezetni. Ugye Christian és Marci ugyan elvesztették a Trabant szűzségüket. Az ott van a csatornán, szerintem az hamarabb megy ki, mint ez a videó, mert ezt ma fogom megvágni, az pedig már fönn van a neten. Ja, amúgy az ablakban látom én is, várjál, figyelj. Nem érem el, mert a sarkát, mert ott a szélvédő. Ott. Úgyhogy, na mindegy, ott lesz az is. És egyéb trabantos dolog majd előbb-utóbb lesz úgy is, mert hogyha nem hullik szét, már pedig nem fog széthullani, mert ő jó kocsi, akkor azért, ha jobb idő lesz, akkor rendszeresen fogunk ezzel krúzolni, meg amúgy is, de ez van. Ez ilyen két éves a csatorna kiadásoknak, ezt így fogadjátok el, mert nem tudtunk vele foglalkozni. Nem tudtunk vele foglalkozni sajnos. Nekem is csak Matyi szólt, hogy amúgy két éves a csatorna. És
Hát én elfelejtettem, de kurvára közben jött az, hogy amúgy végzősök vagyunk, és amúgy a héten írtunk végig próbaérettségit, szóval életkedvem nem volt nekem, legalábbis, Matyinek nem tudom. Mondhatjuk úgy, hogy az elmúlt két hónap, de legalább az egész november az abból állt, hogy a rohadt próbaérettségére tanultunk, ja, előtte meg szalagavatóra gyakoroltunk, szóval hogy így nem nagyon tudunk most mit művelni. Hát igen, sajnos ez ilyen szar időszak most, de ez van, ezt kell szeretni. Sű, micsoda cigánykar, sű! Na mindegy. Szóval, ja, most nem tudom, gameplay az valószínűleg nem lesz mostanában, vagy nem tudom. Annyi érdekesség van még időközben, hogy ugye én eladtam a Yamahát, és nekem lett helyette egy másik szar, ami majd egyszer visszakerül hozzá. Remélhetőleg jövő hét. Bárkodok ide bevágóképet róla. Nyugodtan. Jövő hét végén majd elméletben visszakerül hozzám. Ez egy 93-as hármas golf, úgyhogy az csak 30 éves lesz. Ez meg csak... Na, yeah. Mikor 71-es? Igen, ez 72-es. 72-es. Csak 25-21 évvel idősebb tőle. Hát na, igen. Szóval ez egy csöves hármas golf. De egyébként, hogyha ezt veszed, akkor maga itt a karosszéria, az csak 3 évvel idősebb a golftól. Na, hát... Ugye ez ilyen Frankenstein autó, úgyhogy... Úgy. Hát ebben nem nagyon van karosszéria, szóval... Jó, igaz. De amúgy igen, ez megmagyarázta, hogy miért nem, hogy ez miért volt sokkal kevésbé szétrohadva, mint a többi, meg hogy miért van 90-ös plakett rajta. Igen. Na mindegy, szóval egyszer visszakapom én is, és akkor majd jöhet arról is. Igen, meg ettől független nálam, bárki kérdez, hogy hány éves az autó, azt mondom, hogy 50, meg hogy a fényezés is eredeti 50 éves, nem baj, hogy amúgy csak vagy... 30. Csak vagy 30. Az sem ma volt. Nem ma volt. De 50 éves és kész. Hát igen. Na... Ja, nem tudom, akarsz még akármit is? Hát igazából annyit, hogy így, hát köszönöm. Lezárunk. Bazd meg, ez a szokásos démon szem. Legjobb. Szóval köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, nem így terveztem, de túlságosan jó az időjárás hozzá, viszont ezt mindenképp le akartam most tolni, amúgy igen, ezért voltam ilyen cseves melegítőveg. Két éve nem volt rajtom sál, minimum. Ezt néztem is, amikor beszéltem, hogy mi a fasz van rajtad, hogy te fázol, vagy neked mi bajod van? Ja, igen. Váltó? Váltó beszólt. A váltón támaszkodtam, és azt mondta, hogy beteszi magát kettesbe, vagy mivel egyesbe hülye vagyok rá én is. Na mindegy, köszi, hogy megnéztétek ezt a videót, valamikor. Majd jön valami folytatás, aztán nem tudom, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. Ja. Yeah. Szevasztok. Szevasztok. Szóval nagy tax egyébként, hogy ugye külön oldal, külön biztosítékon van a bal, meg a jobb helyzetjelző, meg ugyanígy a nagy is. És hogyha elkezded rá óvatosan feltekerni, akkor jobb, bal. Lehet vele játszani, hogy csak a jobbat felkapcsolja az ember, és lehet indexelni balra a helyzetjelzővel. Ez aztán nem tetszik neki. Ugyanígy, mert ez a kapcsolás egy picit szar, mert felkapcsolod a helyzetjelzőt, egy picit mozítasz rajta, azt már világít a tompitott is, pedig most lenne tompitott. Na mindegy.